pillanatot, hogy 350-ért, vagy 300 forintért adnak el nekünk, és 350-ért vesznek tőlük ugyanaz a párt, ez az LMP és az LMP. Más városokban. Na, akkor azt kéne, hogy az olcsóbb ajánl, veszünk is tőlük, és el is adunk. Igen, tehát próbáljuk ezt ilyen gondolatot. Aha, na, tessék. Négyesbe tudok aláírni. Igen, az már mindjárt. Az van gorilla vagy valami majom tőletek. Az második terület, négyes, viszé, igen, ő a Juhász Veronika. Szeretnél aláírni meg? Igen. Tenetes ez a hideg, ti hogy boldogultok vele? Hát én kopogtatni jobban szeretek. Igen? Én is akarok menni hétfőn, mondjál valamit, hogy hogy kell. A öcsémék ezt tegnap bekopogott a Bokros Lajos. Gondolj bele, fölkezd reggel, csörög a izé, kinyitod, és ott áll a Bokros Lajos, hogy szeretnék egy aláírást. Tehát kopogtatni kell szerintem? Szerintem az jobb. Akkor megyünk kopogtatni. Azért, mert rájöttünk, hogy ilyen csalogató szövegek kellenek, amit én azt szoktam használni, hogy örök élet, ingyen sör, a helyet, aki ti te mit szoktál? Én azt, hogy megnyílott a kutyatár, ide, két forint a kutya már. Írjatok alá! Milyen na, az mondjuk kurva fontos. Köszönjük. Tartós sör jár egy rendőrre ragasztott matricáért. Véletlenül megvettél egy rendőr? Nem, véletlenül megütöttem egy rendőr. Így leigazoltattak, én meg így mondom, ah, tesó, és így rávertem egy ilyet, és így... Y-generáció, lusta disznók! Elköcstam! A kutyapárt is eljött a diák tüntetésre, de mi ellentüntetésben gondolkodunk, mert mi nem értünk egyet a diákokkal teljes mértékben. Nevelünk! Nagyon sok szimpatizás van itt, úgyhogy gyűjtést szervezünk. A diákvezetés leverésére. Menjek a francba, vagy itt maradjak! Nem jó a nyávok, nem jó a húgat, jó kis játék velünk, bábozzik a kertben a nyugat! Gyertek gyűjteni, mert nagyon jó. Imádnak, szeretnek minket az emberek, akik nem annyira, azok pedig adnak jó tanácsot. Hali, kis Viktor vagyok, szóval a lényeg, itt vagyunk Cegléden, kurva hideg van, kurva erre egyedül vagyok, úgyhogy gyertek aláírni. Na, hali! Hogy mi a ti álláspontotok a humor ügyében? Mert minket ez érdekel a legjobban, hogy bizonyos dolgokat, például szóvicceket mi lehet, hogy betiltanánk, vagy a favicceket, vagy bizonyos olyan formáit a humornak, ami... Csak az angol humort ne tiltsátok be, mert anélkül szerintem vége van ennek a világnak. Hi! Hi! You are from Die Partai? Die Partai, yes! Oh, Die Partai! Hi, my name is Frank. I'm a politician of the Two-Tail Dog Party. Savköpő mennyéteket ígértetek nekem, 130 darabot, és én már mondtam a Smuke Erzsinek, hogy neki önálló irodája van, hogy oda tenném a savköpő mennyéteket, és azóta kérdezi tőlem az Erzsi, hogy hol vannak a mennyétek. Oh, megvannak a mennyétek, tegnap megtaláltuk őket, mert eldugult a lefolyó a főhadiszálláson, és már háromszor lőtt ki a dugulás elhárítás, és ma reggel derült ki, hogy szerintem lehet, hogy a te mennyétjeid miatt dugult el. Hát írtál már alá nekünk egyébként? Nem, de aláírja. Aha, tök jó. Jó, menjünk aláírni. A miniszterelnök jelölt asszony is kutyákat. A szerintem ez népszerű lesz a ti pártatokban is, ez a felvetés. Rajtad is. Mi munkamániások vagyunk. Dolgozol, igen. Na, évek igen. Óta figyelem a munkásságodat, talán a kedvenc politikusom vagy, azt is mondtad. Én ezt szeretném ezt a mondatot így. A Baranyi Krisztát is nagyon szeretem. Őt én is szeretném. Ők ketten esetleg. Na, nézzük rá. Az első aláírás, amit begyűjtöttem hétfőn, az a Fekete Győr András volt a Momentumban. Elkaptuk a pillanatot, aláírt neked. Hazugságotok szemen szedett,